Egy korábbi vlogunkban már említettük, hogy tesztelni fogjuk az Acer Aspire S13-as ultrabookot. Abban a célban, hogy milyen kompetíciót lehet találni jelenleg a piacon egy MacBook Air vagy más ultrabookokkal szemben, egy alacsonyabb árkategóriában, a legújabb hardverekkel. Az S13-asban nálunk nem az alapmodell, hanem a fejlesztett verzió jár, amely szintén egy 6. generációs i5-ös processzor, 8 GB RAM, és egy 256-os SSD található. Ennek tudatában menjünk végig azon, hogy hogyan is néz ki ez a laptop. Már a kinézetből és az anyaghasználatból is látszik, hogy ez a laptop egy viszonylag visszafogottabb, akár még talán üzleti célra is szánt dizájnnal rendelkezik. Itt az anyaghasználatban találunk fémet, műanyagot, szálcsiszolt és matt felületeket is, és ennek ötvözete egyébként egy nagyon igényes, nagyon minőségi külsőt kölcsönöz neki. Fő összehasonlítási alapunk ennél a laptopnál egy MacBook Pro. Hogyha már 13-as laptopról beszélünk, akkor próbáljuk meg összehasonlítani a 13-as MacBook Pro-val, mondjuk a Retina verzióval, hiszen annál egy picivel vékonyabb ez a laptop, ugyanaz a kijelző méret, és nagyjából egy az alábelőtt árkategória, amiben nagyjából le tudjuk nézni, hogy milyen különbségeket lehetünk fel. Nyilván az operációs rendszer különbséget nem tudjuk eltávolítani egymástól, de nagyon kíváncsi vagyunk, hogy áll azzal szemben ez a gép. Ha a kezünkbe fogjuk ezt a gépet, az első dolog, amit azonnal észreveszünk, az az, hogy a 13-as MacBook Pro-nál jóval könnyebb laptopról van szó, viszont ennek ellenére nem hanyagolták el a minőségi anyaghasználatot sem. Igaz, hogy a laptop alja műanyagborítást kapott, illetve a felső része is egy ilyen tulajdonképpen nanoprinted mintázat műanyag felület, amit ránézésre megállapítottunk, hogy a kijelző ebben az esetben nem retina nyilvánvalóan, viszont egy 1080p-s IPS kijelző, aminek nagyon-nagyon szép színei vannak, kiváló betekintési szögei, és 13-as kijelzőnél szerintünk abszolút megfelelő a Full HD-s felbontása. Ez az IPS kijelző egyébként matt felületű, úgyhogy ez szintén egy plusz pont. Ha a kijelzőt a lefelé haladunk, a következő dolog, ami szembe tűnik, az az, hogy a billentyűzet itt is háttér megvilágított teljes egészségben, amit nagyon-nagyon szívesen látunk egy ilyen árkategóriájú laptopnál, illetve az, hogy a billentyűzet kiosztás majdnem teljes, viszont nagyon-nagyon hasonlít egy MacBook Pro billentyűzetéhez, itt is fél kurzor billentyűket kapunk, viszont a megszokott Windows kiosztással és a megszokott kombinációs funkciókkal együtt kapjuk meg. Az egyetlen kivetnivalónk a billentyűzettel kapcsolatban az az volt, amit már láttunk korábban is más terméknél itt a csatornán, hogy bal oldalon a hosszú I, illetve jobb oldalon a hosszú Ü, a bal oldalon a hosszú I a Shift-tel, a jobb oldalon a hosszú Ü az Enter billentyűvel egy kivágáson van, tehát nincs köztük rés, és ezáltal viszonylag könnyen lenyomható egyszerre, vagy ahelyett, amit szerettünk volna a másik gomb, ezt sajnos meg kell szoknunk. A billentyűzet alatt a trackpad itt is egy nagyobb méretű, nagyon szép alumíniumból kivágott peremben rendelkezik körben, és itt sincsenek külön föltüntetve a bal és jobb gombok, itt, hogyha a trackpad bal oldalát nyomjuk meg, akkor a bal kliket, ha jobb oldalát nyomjuk, a jobb kliket használjuk. Csatlakozókban a szokásos Windows-os gépeknek megfelelően itt is találunk HDMI kimenetet, töltőcsatlakozó portot, két USB 3.0 portot, illetve egy USB 3.1C portot, aminek nagyon-nagyon örülünk, hiszen ennek a felhasználása jövőre nézve nagyon-nagyon komoly lehetőségeket biztosít, valamint nagyon örülünk annak, hogy nem maradt le erről a gépről sem a teljes méretű SD kártya foglalat, valamint a jack csatlakozó. Ha a dizájnra akarunk kitérni a továbbiakban, ha a MacBook Pro-hoz hasonlítjuk, egy dologra még nagyon pontos kitérnünk, amivel nagyon sokszor szoktak érvelni a MacBook Pro tulajok, az pedig maga a zsanér. A zsanér itt egy nagyon komoly fémkidolgozást kapott, aminek a felső részén látható az Aspire felirat. Ez nagyon-nagyon igényes, nagyon-nagyon jól néz ki, viszont ez a zsanér sem alkalmas arra, hogy tulajdonképpen egy kézzel kinyissuk a notebookot, itt is szükség van mindkét kézre ahhoz, hogy kinyissuk. A gép teljesítményéről az i5-ös 6200U processzor gondoskodik, ami a munkafeladatok elvégzésére, multimédiára, más szórakoztató alkalmazások futatására, vagy akár több tabban való böggészésre is kiválóan alkalmas, feltéve, hogyha nem a 4 GB-os modellt választjuk. A teljesen megegyezik a hasonló kategóriai ultrabookokkal, mi teljesen elégedettek voltunk vele, nem találtunk olyan alkalmazást, amit ne tudtunk volna hiba nélkül futtatni, természetesen figyelembe véve azt, hogy csak olyan alkalmazásokról beszélünk, amikhez elegendő az integrált GPU. Ezek mellett, ami nagyon fontos, hogy emellett a teljesítmény mellett az akkumulátor üzemidő hogyan alakul. Azt fontos megemlítenünk, hogy itt az Acer egy 3 cellás 4850 mAh akkumulátort használt ennél a gépnél, amivel papíron egy 12 órás, 13 órás működést ígérnek nekünk, ami nagyjából megegyezik egy mai MacBook üzemidejével, viszont a gyakorlatban ez körülbelül egy olyan 6-7 óra hossza folyamatos használat mellett, ami szerintünk ettől függetlenül nem rossz. Ez az S13-as modell az egész tesztidőszak alatt tulajdonképpen egy nagyon-nagyon stabil teljesítményt mutatott nekünk, mind multimédia felhasználásban, mind munkára való felhasználásban, és ha már a multimédiáról beszélünk,
beszélünk, egy egészen teljes élményt tudott biztosítani, hiszen a full HD-s kijelző teljesen jó volt a szokásos YouTube videóink, vagy filmek fogyasztására, vagy akár böngészésre. Ezek mellett a Dolby Audio támogatás is nagyon sokat segít, mind képben és hangban egy nagyon-nagyon jó élményt biztosít, hogyha valaki egy kiskorozható laptopot szeretne, amit többek közt multimédiára és tartalomfogyasztásra is szeretne használni, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon ajánlott termék. Összességében mi nagyon elegedettek voltunk az S13-as modellel. Szerintünk egy abszolút jó alternatíva Windows-os megfelelőként, hogyha valaki egy MacBook Air vagy egy MacBook Pro helyett valamilyen Windows-os gépet szeretne választani. Nagyon jó volt látni a kiváló IPS kijelzőt, a billentyűzettel szinte maximálisan elégedettek voltunk, kivéve azt a néhány elrendezési dolgot, amit szívesen kijavítanánk rajta. A trackpad kiemelkedően jó volt, főleg, hogyha a Windows-os laptopok között nézzük őket. Az anyaghasználat nagyon-nagyon tetszett nekünk, ezen kívül az akkumulátor üzemidő is Windows-os létére szerintünk abszolút kiemelkedő között. Ezt a gépet játékra nem próbáltuk ki, de biztosak vagyunk benne egyébként, hogy több címet is el tudunk futtatni rajta, főleg a jelenlegi multiplayer címek közül. Viszont pontosan az volt ennek az oka, hogy főleg multimédia és üzleti felhasználás célból készült ez a gép, és nagyon sok mindenkit látunk, aki hasonló méretű laptopot keres ebben a kicsit átmenetes ultrabooknál azért vastagabb, de teljesítménnyel még rendelkező kategóriában, azoknak ez a laptop szerintünk kiváló választás lesz.